Sácok, a mai videóban irány a trópusok, irány a tengerpart, kivárja már a nyarat, én nagyon szevasztok, üdvözlök titeket újra itt nálam. Nagyon sokan kértétek mostanában 2-3 hete, hogy a Tropical Island Tycoon, vagy Tropical Resort Tycoonba térjünk vissza, régebben sokat játszottunk vele, úgyhogy elméletileg ennek már van egy második része is, de szerintem mi még az elsőt sem vittük ki, úgyhogy nézzük meg, hogy hol tartunk az elsőben, van-e még dolog, és hogyha szeretnétek, akkor kipróbáljuk a másodikat, de azért most irány az első rész. Na, itt is vagyunk, és tisztán emlékszem erre a szigetre. De volt nekünk valami autónk. Auto collector-ról. Nem, volt nekünk autó. Golfkart. Így van, volt nekünk itt autónk. Emlékszem erre a kis chilles tycoon játékra. Na, újra itt van, ki örül neki, tegye fel a kezét a komment szekcióba, én addig megpecintem az isteni tutti frutti ízű teát, ami országszerte még kisboltokban kapható, nyugodtan kérjétek a kedvenc kis üzletetekben, ők még be tudják szerezni nagykerekből, egészségetekre. Hallod ezt a hangot? Továbbá online a webshopunkban, a tuttishop.hu-n még biztosan be tudjátok szuper akciós áron szerezni. Na szóval, nézzük, hogy hol van a mi lent? A következő megvehető cucc. Na, itt van a lobbing, Jánosi Gergőz Tropical Resort. Gyűjtsük be a rengeteg monét, 1 millió 8-unk van. És valahogy lefelé kéne mennünk. Itt volt egy saját akváriumunk, erre emlékszem. Emlékszem az akváriumra. Tényleg? Most rengeteget játszottunk ezzel a játékkal. Rengeteget. Ez egy óriási resort. Úgy köszi, hogy ezeket így emlékeztettek ezekre a játékokra, amikkel régen játszottunk. Mi van erre? Arcade. Arcade a srác neve, srác. Az még nincsen meg sem. Egy jó kis játékterem jön. 750 ezer? Hű, gyerekek, el vagyunk mi maradva ebben a játékban, de nagyon. 750 ezer csak a ticket. Ez a hang, ahogy kalapálnak. Szóval, ja, itt tudnak tiketet vásárolni. Ez 4 milliónk van. Miért piros? Ó, nem piros, ez csak szimplán ilyen színű. Oké, van 2 fotófal, ahol a nyertesek tudnak csinálni képet. Remélem majd NPC-k, hogyha készen lesz, jönnek ide be. Még ezt a neon. Ó, a neon festést meg tudjuk venni ide, de a következőt már nem. Tyha! Tyha, itt most ennyit fel kell leszaladgálnunk. Én azt hittem, hogy ez a sziget már készen van. Majdnem. Azért rengeteg időt, pénzt és energiát költöttünk erre. Az islandre. Emlékeztek, ott van fent a saját. Azt, ha jól emlékszem, a saját lakásomban. Ott van helikopter, meg mi az? Repülőpálya. Mi annak a neve? Reptér, lobog a szélben a szélzsák. A vége kicsit hamis lett. Szóval, ja. Ó, és még úszás animáció is meg van csinálva. Jó napot kívánok, kedves hölgyem, remélem nagyon finom a coconut. És itt van az, hogy el tudunk repülni más szigetekre, airport szigetekre, Ubi Islandeket tudunk csinálni. Most már emlékszem erre a játékra, emlékszem. Tényleg itt van a... Mi az a halász rész, ahol, amit teljesen itt is kiépítettünk. És talán itt is van valami forkliftünk. Oké. Okay. Amit tudunk vezetni. Igen, hát az autók azért elég gatyák. Itten mostan. Jó, nézzünk csak be ide, mert ez is valami gyárféleség. Ez itt a halgyár. Mint látjátok, de itt újra tudunk pénzt begyűjteni, erre is emlékszem. Viszont valahogy gyorsabban kéne, hogy gyűjjön a pénzösszeg. Halgyárosok, dolgozhatnátok kicsikét jobban, mert hát ez semmire nem elég. Ú, van saját bótunk is. És kargófe... és ezt is tudjuk vezetni. Régen is tudtuk vezetni ezt? Én nem emlékszem, hogy ezt a kargóferit tudtuk volna vezetni. És ott van valakinek a... Hűha. Azért ez eléggé... eléggé driftelős ez a kis... Jörgany. Ó, te. Hát ezzel nem fogunk tudni ugratni. Ott van valaki másnak is a szigete. Na mindegy. Valahogy itt pattanjunk ki. Gyorsba. Bele a vízbe. Haló. Ússzál fel, légy szíves.
Van itt fishing boatunk, de valami gyorsasági jetski, na azzal ugrassunk egyet. Én ezekre nem emlékszek. Miért nincs amúgy hangja ezeknek? Music? Amúgy pörgök, mint valami őrült. Extra speed, ragdoll mode? Nem. Na. Próbáljunk meg, úgy nagyon nehéz ezt irányítani. De próbáljunk meg ugratni egyet ezen az ugratón. Ha már van. És megpróbálok megfordulni. Csak mondom, eléggé... Jaj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 
Kivezetett már jetskit. Én igen. Na, let's go, ugrassunk. Hát... ez, hogy nincsen hangja... hát ez nagyon szar volt. Borzalom. Na mindegy, ezt megcsinálhatnák ebben a játékban, mert amúgy szerintem érdekes, csak hát... nincs hangja a jetskinek! Biztos a második részben van. Na, azt kéne még megnézni, hogy... Diamond tip jar. Ja, mert akkor több pénz gyűlne. Tehát én most ezt nem vennék. Ne haragudjatok meg. Van autókollektunk. Ja, és már nekünk kétszeres money-nk van. És extra speedünk. Úgyhogy igazából nem is tudnánk milyen pluszt megvenni. Ja, ez a sima tip jar. Ez annyira nem gyűlik gyorsan. Nagyon szépek amúgy ezek a... nagy VIP szobák. És aztán itt van kint a DJ. Nyomj neki a táncparketten, nincsen senki. Akkor gyűjtsünk be egy kis pénzt. Megint van 900 ezerünk, de nagyon lassú. Srácok, dolgozhatnátok itt mostan kicsit gyorsan. Mert szerintem más ilyen lehetőség nincs is. Pénzszerzésre. Viszont az arcade után lehet, hogy készen vagyunk. Mindjárt kiderül. Mindjárt, hát azért ide úgy látom... elég sok mindent lehet. Úristen, úristen, ez még mennyi? Erre már pénzünk sincsen. Pénzt, persze, hogy pénzt is tudunk venni. De rohadt drága. 1000 Robuxba kerülne a 2 millió, mivel tudnánk mit kezdeni. Tű. Hát én itt már menőztem nektek, hogy jövünk, azt kipróbáljuk a Resort Tycoon, Island Tycoon második részét, de még az első részét sem tudjuk befejezni. Mert so much money. So much. Nas money kéne hozzá nekünk. Na, üljünk be az autóba. Azt menjünk csak fel a felső része, nézzük meg, hogy mi van ott. Úristen, miért nincs hangja? Miért nincs hangja az autónak? Van itt ilyen kis fun park. Hát ez mondjuk elég gagyi. Se baj. Nézzük, hogy itt... ez milyen versenyautó. Erre már nem is emlékeztem. Ó, hát még ez sincs kész. Ez amúgy lehet... azt meg se tudom venni. Ja, meg kell vennem Robuxért. 300 Robux. Buy beep vehicle. Kérek beep vehicle-t. Jó, ez Jeep. Nem is beep. Na jó. Beültünk a Jeepbe. Ez jó. Miért? Spawn. Miért nem megy? Mi? Ja, mert az a... jó van. Oké. Nem a vezető oldalon voltam. Na jó. Oké. Ott mit tudunk leszpónolni? Repülőt is tudunk leszpónolni? Várjál már. Stunt by plane. Tudunk, hát. Ó, a Jeepbe bele. Ne, szegény jeep! Vagyis beep. Tilt Q, E. Yes! Azért ezzel mennyivel menőbb. Na, itt van a military. És itt ez az én házam, vagy ez a mansion? Már nem emlékszem, amúgy jó lesz leszállni ezzel, oké. Okay. Amúgy jó, ez a repülő, jó ez a repülő. Ez az én házam, vagy ez a mansion? Én úgy emlékszem, hogy ez az én házam. Ugye jó, ezen át kell ugranom. Ha a való életben én nem lenne, tuti, hogy átugranék rajta. Nem is kérdés. Leülnék, megtanulnék gitározni, gyerek, mi ez? Zongorázni. Amúgy képzeljétek el, én megszerettem volna tanulni valamilyen hangszeren játszani. Csak jöttek a videójátékok. A Silk Road és Minecraft COD 2, COD 4 és társai. Úgyhogy srácok, amíg tehetitek, főleg fiatalként tanuljatok meg hangszeren játszani, egy fantasztikusan jó dolog lehet. Most meg már öreg vagyok, nem fog az agyam. Na, ez az én házam, van bowling pályám, és van Gordon Ramsay-m, Gordon Ramsay csinálja nekem az idiot szendvicset. Van azért szar élet lehet itten mostan. Nézd már ezt a medencét, te azt a rohadt eget. Szar élet!
Ez aztán az igazi szar élet. A saját mansionömbe. Jesus Christ. Na jó van, gyűjtsük. Ja, és közben gyűlik a pénzösszeg. Nagyon szépen. És itt is van autó, amit gondolom meg kell vásárolni, ahogy ezt a játékot ismerem. A muscle cart. Ó, de van egy quadom. Új, ez jó. Ez még... Nem mondom, hogy jobb, mint a röpülő. Na, akkor nézzük még meg ezt az épületet, hogy... Úristen. Teljesen fel legyünk szer... Ó, de ide még vez... Jajjaj. Ezt is még itt meg lehet venni. Mindegy, nézzük meg a lighthouse-t. Hogy itt... Itt esetleg még valamit rehet-e wash. Hello, lighthouse. Hagyj ne menjek fel. Na jó. Felszaladok. Addig is szépen gyűlik a pénzösszeg. Jó, hát itt már nem tudok semmit megvenni. Úgyhogy ki is ugrok. Uá! Ez pedig a helikopterem. Nagy... Felültem ide a helikopterem. Hello, szia, szevasz. Szóval vezetni szeretném a hecsilapátert. Nagyon rossz, hogy nincs hangja. Na mindegy. Elevation, az E betűvel tudok felfele menni. Na, ezt amúgy egész jó GTA-sal lehet irányítani. Szóval ez a rész itt ki... Jaj! Rossz gomb! Rossz gomb! Szóval... Q, E betűvel lehet fel. Jó. Oké. Mégse GTA-s. De azt akartam ott még megnézni. Az E betűvel lehet fel. Halló, kanyarodj vissza, vissza. Arra, arra, arra szeretnék menni. Hello! Let's go! Jó, ide, stop, stop, kiszáll, ne! Úristen. Most elsüllyed. És be tudok ugrani? Beszarok. Na, ez a helikopter! Kinek tud ilyet a helikoptere? Leszállni. És kiszállni, jó. Oké. Okay. Na, úgy látom, hogy még erre is lehet. Race Island. Nem, még ezt is meg kell venni. Úristen. Srácok, ez még teljesen üres így. Na jó. Akkor felejtsétek el, amit a videó elején mondtam. Hogy megnézzük a második részt. Mert hát Gerzson még nem tudta, hogy igen, látod, hogy néz hátra fel a karakterem. Hogy ott hátul mi vár rá. Úgyhogy ha szeretnétek, hogy folytassuk ezt a sorozatot és kivigyem ezt az egészet, akkor veressetek erre egy óriási lájkot. De tényleg, ha csak kíváncsiak vagytok. Ha nem, akkor nyugodtan egy diszlájkot. Elzérezvén. Köszönöm szépen, hogy ma is itt velem tartottál, amíg szívinfarktust kaptam azon, hogy még mennyi mindent kell ebben a játékban megvásárolnom. De nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál ma is, és ne felejtsd el, az isteni tutti frutti ízűdítőitalok, a tutti zsúzok legyenek veletek, és azt se felejtsétek el, hogy találkozunk az Osan üzletekben, ezeken a napokon itt látjátok, közben tutti zsúz akció is van, és ha látok tutti zsúzt az Osanba, és ott vagyunk mi is, nyugodtan vegyetek, és hozzátok aláírjuk, egészségetek, szevasztok!